Az idei évben is sikerült megszerveznünk a katolikus temetőben a nagy temetőtakarító akciónkat. A lakossággal közösen sikerült a temetőben lévő szemeteket, elhagyott művirágokat, mécseseket, faleveleket, gesztenyéket összeszedni. Nagyon nagy területet sikerült közös erővel kitakarítanunk. Az egész temető elejében mindenféle falevelet eltüntettünk, minden szél által elfújt művirágot összeszedtünk, és minden olyan szemetet, amit hát ami nem a temetőbe illő és való, az sikerült a lakossággal közösen összeszednünk. Nagyon örülünk annak, hogy az idei őszi rendezvényünkre is sokan meglepően nagyon nagy számban jöttek el. Az idei évben látványosan haladtunk ismét a temetőtakarítással. A célunk az, hogy egy éven belül az egész temető teljesen ki legyen takarítva, bozótmentesítve legyen. Idei évben már elkezdtük a kerítésnek a felépítését. Itt az új urnafal mellettünk látható az új urnafal. Kolombáriumokat építünk, urnaparcellát építettünk, kerítés kapukat építünk, úgyhogy folyamatosan próbáljuk a lakossági igényeket felmérni. Az idei év végére, ha minden jól megy, elkészül egy mindenki emlékműve. Talán reménykedem abban, hogy ez minden szentekig elkészül, de meglátjuk, hogy az időjárás mennyire lesz kegyes hozzánk. Úgyhogy nagyon-nagyon szép terveink vannak. Én azt mondom, hogy két éven belül teljesen ki tud takarítódni az ácsi katolikus temető, meg tud tisztulni, és végre méltó nyughelye lesz a szeretteinknek. Még egyszer nagyon szeretném köszönni az ácsi lakosoknak, a katolikus egyháznak, és mindenkinek a támogatását, aki itt van és itt volt velünk, és segíti valamilyen formában ezt a közös nemes ügyet. Köszönjük szépen!